Szadán a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtárad otthont az Almárium elnevezésű író-olvasó találkozónak immár 11 éve. Április 13-án az érdeklődők Nyári Krisztián íróval találkozhattak, akit a frissen megjelent könyvéről kérdezett Juhászné Bankó Zsóka, a Művelődési Ház vezetője. Az Almárium sorozatra jellemző kötetlen, a résztvevőket is aktívan bevonó beszélgetésre látogattunk el. Nyári Krisztián az elmúlt évek két könyv sikerének, az Így szerettek ők című irodalmi szerelmes könyveknek szerzője, ezúttal is valódi emberi sorsokról ír, igaz történeteket. Az Igazi hősök 33-19-20. Századi magyar ember életét mutatja be. Most nem a szerelem áll a középpontban, hanem a hősiesség és a személyes döntések kapcsolata. Bárki lehet hős, és senki. Mert ha úgy képzeljük el a hőst, hogy aki nap 24 órájában a hős, és csak jót cselekszik, olyan ember nincs. Tehát azok az emberek, akikről én írtam, azok fontos sorsfordító döntésekben jól döntöttek. De egyébként az élet számos kérdésében rosszul döntöttek, ugyanúgy, mint ahogy mi is sokszor döntünk rosszul, meg sokszor remélhetőleg jól. És volt egy csomó rossz tulajdonságuk. Tehát ők e tekintetben nem voltak különleges szentek, szuperemberek, hanem, ha tetszik, hétköznapi emberek voltak, bár jó lett, mindegyiknek volt valami különleges képessége, például kiváló geológus volt. De a hősiességük nem feltétlenül ezzel kapcsolódik össze, hanem ezzel a bizonyos jó döntéssel. Mert mondjuk egy Ocskay László szintén egyébként egy olajvállalatnál volt középvezető, igazából nem volt semmilyen rendkívüli képessége, amíg nem jött egy olyan pillanat, hogy neki, mint tartalékos katonatisztnek volt egy rá lehetőség, hogy embereket megmentsen, és élt ezzel a lehetőséggel, másik sok száz tartalékos tiszt pedig nem élt vele. Másoknak meg mindenféle kiemelkedő képességük volt. De hogy kiből lett hős közülük, az részben attól függ, hogy róluk ezt feljegyezték-e, másrészt meg, hogy egyetlen elvitte odáig addig a döntési pontig az élet. Tehát, mert mondjuk egy Cifra György élete, az persze egy csodálatos történet, hogy lett egy cigányputriból a véletlenek sokasságán keresztül eljutni odáig, hogy 8 évesen a Zeneakadémiára kerül a gyerek, és kiderül, hogy zseni, és utána is rendkívül sok mindent le kell küzdeni az életébe, de eljut odáig, hogy a világ mondjuk 10 legnagyobb zongoraművészek közé kerüljön. Utólag már könnyű azonosítani Cifra Györgyöt, mint zsenit is, meg mint hőst is, de lehet, hogy sok száz, sok ezer cigánygyerek volt ugyanolyan putrikban, ugyanolyan képességekkel, csak nekik nem adta meg az élet azt a lehetőséget, hogy valaki felfigyeljen rájuk. Tehát valóban kell, hogy legyen, aki elmesélje, meg tovább örökítse a történeteket. Én annak örülnék, hogyha mondjuk az én 33 történetem az adna muníciót, tudom én, filmeseknek, regényíróknak, olyanoknak, akik valamilyen eszközzel ezeknek az embereknek az életét földolgozzák. Van is egyébként olyan, akinél van ilyen lehetőség. Én ezt, szabadon kereshető adatbázis tulajdonképpen, tehát itt vannak példák, amiket lehet használni, nem az enyém a történet, hanem azért az adott emberé, én csak fölhívom rá a figyelmet, és nagyon szeretném, ha mondjuk Ocskay Lászlóról készülne egy játékfilm, mert ő tényleg a magyar Schindler, azzal a különbséggel, hogy amíg Schindler azért mégiscsak náciként indult, Ocskay László az nem volt Csenyila se, semmilyen szélsőséges eszmének a híve, hanem egyszerűen egy rendes ember volt. És még mozgássérült is, tehát tényleg megfelel minden olyannak, hogy egy nagy sikerű filmet lehessen csinálni, és az azért jó, mert akkor sokkal többen értesülnek egy példaszerű életről, meg példaszerű döntésekről, és akkor kis dolgokban lehet jól dönteni. Mert bár ezek nagy dolgok, amikről én írok, mert nyilván ez az érdekes, meg ez az, ami sok embert foglalkoztat, meg találkozik sok embernek az érdeklődésével, de pici dolgokban is lehet hősnek lenni, legfeljebb mások írnak róla könyvet, vagy nem könyv, hanem egy kis közösség tudja. Meg hát a saját magunk érdekében is érdemes mondjuk hősies dolgokat csinálni, ha sikerül. A bevezető után az is kiderült, miért maradt ki a műből pár tervezett karakter. Hát részben írok még egy könyvet, tehát vissza fognak kerülni olyanok, akiket
akik kikerültek. Meg van olyan, aki meg technikai okokból szerkesztőt ki, tehát mondjuk nem volt róla jó kép, vagy csak nagyon nehezen elérhető, mert ez, igen, hát ez igazság, tehát, mert ez azért egy képes műfaj már könyv formájában, és úgy volt, akire egyszerűen nehéz volt megszerezni, vagy nem tudtuk, de még azt nem adtam fel, tehát az még lehet, hogy az bekerül. Hát van, akiről kép van, de nagyon kevés dokumentum, de már tudom, hogy hol lehet megtalálni. Takács Károly, aki egy sportlövő volt, úgyhogy egy harctéri sérülés, vagy egy gyakorlópály sérülés következtében a jobb keze megsérült, nem tudta használni, és megtanult bal kézzel lőni, és a 30-as évektől egészen a 60-as évek végéig a világ első számú sportlövője volt, úgyhogy tehát senki nem tudta volna utána csinálni, és még egyéb mindenféle remek dolgokat csinál, de például az ő életrajz adatai nagyon nehezen hozzáférhetőek, de még ezt nem adtam fel, hogy a következő könyvbe szerepeljem. Tehát van, ahol egyszerűen csak ennyi, hogy már nem várta meg a könyv, hogy azokkal külön foglalkozom. Mindegyiket sajnálom, mert nyilván azért kezdtem el vele dolgozni, mert izgalmas volt, meg érdekes. De hát közben most is ez egyik történt hozza a másikat, és már most is jóval több van, mint 50, úgyhogy sajnos ezek közül is fognak kihullani. Az író kiemelte, hogy azért is izgalmasak ezek az emberek, mert bár úgy gondoljuk, jól ismerjük őket, számos apróság volt az életükben, ami nincs benne az irodalomkönyvekben. A Semmelweis meg a Paplaci, akik azért nagyon benne vannak a nemzeti kánonban, de tudjuk, hogy ők kik voltak, csak olyan életrajzi elemekről is írok, amiket viszont kevésbé szoktak ismerni. Az is tanulságos, hogy azokat nem ismerjük. Tehát, hogy azt ugye mindenki tudja, hogy Semmelweis Ignác az anyák megmentője, ezt a kisgyerekek is tudják, meg van Semmelweis egyetem, meg van utca, meg van Semmelweis nap, amikor minden kórházban legalább egy orvosigazgató mond egy beszédet, és mégis, amikor megírtam, hogy Semmelweis Ignác milyen méltatlan körülmények között halt meg, tehát konkrétan agyonverték, akkor nagyon sokan csodálkoztak, hogy hát ezt ők miért nem hallották, miközben hát ezt legkésőbb a 80-as évek óta lehetett tudni. Ezt az Orvostörténeti Intézet publikálta, bárki hozzáférhetett, és mégsem változik közkeletű információvá, talán azért, mert nem szeretünk szembesülni ezzel, hogy van egy kanonizált hősünk, akit hát mégiscsak a saját környezete, a saját kollégái, hát nem is közvetlenül, de részben az ő közreműködésüknek köszönhetően agyonvertek. A Semmelweis az abból a szempontból is tanulságos történet, mert rámutat arra, hogy ezeknek a hősöknek miért is van nagyon nehéz helyzetük. Most felejtsük el, hogy ő egyébként egy nehezen kommunikáló, egy kellemetlen ember volt, de mégiscsak az történik, hogy van egy ember, aki azt mondja a világ legegyszerűbb dolgát, hogyha megmosátok a kezeteket, nem halnak meg a nők. Ugye ez két szempontból nagyon nehéz feldolgozni a többi orvosnak. Az egyik az, hogy akkor ezzel egyszer mind azt is el kell fogadnom, hogy eddig miattam haltak meg, mert nem mostam meg a kezemet. Ami hát elég nehéz ezzel szembenézni, ezért a többség nem akart ezzel szembenézni, aki meg szembenézett, volt ilyen kollégája Semmelweisnek, aki ezt elfogadta, mert mégiscsak bizonyítva volt statisztikai alapon, utána öngyilkos lett, mert rájött, hogy a saját családjához tartozó nőket is ölte meg. Ennél sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy hát ez egy hülye. A másik meg, hogy mondjuk van egy tudós, aki egész életében kísérleti állatokkal, meg kémcsövekkel kísérletezik, és valami nagyon fontos és jó dolgot akar létrehozni, és ott van a laboratóriumában 30 éven keresztül, és még mindig nem ért el az igazán fontosat, és akkor jön valaki, és azt mondja, hogy hát egy kis ilyen meszes vízbe kezet kell mosni. Hát ezzel sem szívesen nézünk szembe, hogy ez ilyen egyszerű. És ennél is sokkal könnyebb azt mondani, hogy hát itt van ez a folyamatosan fontoskodó, mindig ugyanarról beszélő félbolond ember. És valószínűleg ez így van most is, meg egy csomó ilyen szituáció van, amikor a többség az így viselkedik, mert sokkal könnyebb, mi így vagyunk kitalálva, hogy ezeket a konfliktusokat inkább megpróbáljuk elkerülni.
mint hogy végig gondolni, meg szembenézni vele. Erre jók ezek a történetek, hogy akkor lehet, hogy egy hasonló szituációban elgondolkodunk, hogy mégis igaza van. Ahogy az idő múlásával oldódott a hangulat, az író elmesélt egy az előző könyvéhez köthető kedves történetet, de híres költők féltve őrzött titkaiból is szemezgetett. Még az első könyvben írtam egy sztorit Tamási Áronról, meg az ő második feleségéről, akiről egyetlen egy kép van, ami használható, de ez farkas lakán lóg a falon a Tamási Áron Emlékmúzeumban, és aki járt ott, azt tudja, hogy ez nem egy igazi múzeum, az egy ház, ahol el lehet kérni egy bácsitól a kulcsot, aki annak a felelőse, de ott nincs ott állandóan ember, meg minden. De megtaláltuk a bácsit, aki mondta, hogy hát tényleg ott van a kép, és mondtuk, hogy hát erről mi szeretnénk egy, már hogy a kiadó szeretne egy másolatot, és akkor még azt mondta, hogy jó, az hát jön a két hetente jön a fia Kolozsváról, hát akkor az valahogy lemásolja és elküldi, ez még megoldható. De mondtuk, hogy viszont akkor mi azért nekünk kell, hogy fizessünk, meg akkor ez a jogi része legyen rendben, és hogy akkor mit kell tenni, hogy hát akkor inkább nem. Úgyhogy ez így aztán róla nem is lett kép. Úgyhogy nem egyszerű. Van egy nagy magyar írónak egy anyaga a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ott nagyjából az félig múzeum, félig levéltár, aki ismeri, tehát ott ilyen személyi akták vannak, az összes notesza, igazolványa, levelei, minden ott van. És én kíváncsi voltam egy párkapcsolati történetre, és egy nagyon fura jogi státuszban van ez az anyag, hogy kutatható, de nem publikálható. Tehát aki kutató, az megismeri, és aztán magában tartja. És ebből kiderül, hogy ez az író, ennek volt egy felesége, de felesége mellett volt neki egy szeretője, aki Londonban élt, és vele levelezett. És minden nap, vagy majdnem minden nap írt neki egy ilyen postai levelező lapot. Tehát nem képes lapot, hanem aminek a hátoldalára is lehet írni, és ezt leírta apró betűkkel, hogy vele mi van itt Budapesten. És ennek az írónak nem volt naplója, tehát ezekből a levelező lapokból összerakható az egész élete. Nem csak az, hogy engem ebből az érdekelt, hogy volt egy ilyen párhuzamos kapcsolat az életében. De ez ennél sokkal több. De hát ez nem publikálható még hát legalább 50 évig, mert a jogörökös, aki egyébként nem leszármazottja, mert családi leszármazottja nem volt, hanem egy simán egy jogörökös, az szó szerint értelmezi az írónak a végrendeletét, amely szerint nem jelenhet meg tőle semmi olyan, amit nem ő maga juttatott el a nyomdáig. De ez persze nem az ilyen másodlagos dolgokra vonatkozik, hanem a művekre, tehát azt nem akart, hogy félkész regényét vagy novelláját megjelentessék, de ő ezt így értelmezi jogörökös, úgyhogy ezt például nem ismerhetjük meg, és maguk se tudhatják meg, hogy az ott Géza. Gyarmati Fanni volt az egyetlen szereplője Nyári Krisztián könyvének, aki még életében elolvashatta a róla szóló fejezetet. Akkor ő már nem nagyon fogadott senkit a szűk környezetén kívül, és ráadásul olvasni sem olvasott, hanem felolvastak neki. Egyébként szellemileg teljesen friss volt, de nyilván rosszul látott, és így felolvastak neki. És Ferenc Győző, aki egyébként a Hagyatéknak a kezelője, meg hát hozzá közel álló ember volt, ő felolvasta neki a történetemet, és hogy azt mondták, hogy az volt a szabály, hogyha valami nem tetszett neki, akkor azt mondta, hogy ezt most intett, hogy ezt hagyják abba, és ennél nem intett, ami engem kicsit megnyugtatott, de aztán az nagyon megnyugtatott, hogy Juhász Ferenc költőnek az én könyvemet küldte karácsonyra, ami hát azt mutatja, hogy ez hogy nem volt vele különösebb baja. Kellemes, kötetlen hangulatban telt a közel másfél órás találkozó. A számos érdekes és kevésbé ismert történet láthatóan sokak kedvét meghozta a mű elolvasásához.